Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Sipszó után című sportmagazinunkat láthatják. A KKC női gárdája azt a Soltvatkert csapatát fogadta, akik a sereghajtó helyen vannak. Míg az NB2-es férfi gárda a Peasz csapatát, akik eddig veretlenül vezetik a bajnokságot. A tabella csalóka lehet, hiába sereghajtó a Soltvatkerti csapat, mindenkivel szoros és kiélezett mérkőzést játszottak. A tabella alapján a Soltvatkert nem tűnik erős csapatnak, de mindenki ellen szoros mérkőzéseket vívott eddig. Egyedül Nemesnád udvartól voltak nagyobb gólarányú vereségei is. Az idegenbeli mérkőzésen az első 20 percben ellenünk 10-5-re vezettek, úgyhogy én készültem, meg mondtam a lányoknak, óvaintettem őket attól, hogy lenézzük őket. A kezdés az egy csodálatos volt, ott a védekezés nagyon jól működött, gyors gólokat tudtunk szerezni, a mozgásokat, amiket gyakorlunk, azokat visszaadták a lányok, és ahogy jött a fáradtság és a dekoncentráció előjött, onnantól kezdve szétesett, és egyéni eskedővé vált a játékunk. Ez mondjuk látszott a mérkőzés folyamán, az a második fél időben kisebb hullámvölgybe is kerültünk, viszont mindenkinek tudta a játék lehetőséget adni, éltek is vele a lányok. Igen, és ebben talán az a legjobb, hogy nem csak fölküldtem a pályára, hanem mindenkinek célja volt, amit gyakorlunk edzésen, azokat most ki tudtuk éles szituációban is próbálni. Kijöttek azt, hogy kinek milyen hiányosságai vannak, ez nagyon jól jött ez a mérkőzés, úgyhogy tényleg jó hangulat volt, azért voltak szoros pillanatok is, nem koncentrálniuk kellett, úgyhogy nagyon hasznos volt ez a mérkőzés a lányoknak. Úgy tűnik, hogy jövő hét nem lesz ilyen egyszerű, hiszen a bajnok esélyes Nemesnád udvaros látogatunk. Mire számíthatunk ott, és egyébként kire számíthatunk ott a csapaton belül? Hát eddig úgy néz ki, hogy mindenkire számíthatunk. A jelen vírushelyzetben ezt azért nem merem még egy héttel előtte, majd hogy jövő pénteken fogom tudni, hogy pontosan kik lesznek ott. Egy hasonló parázs mérkőzésre számítok, mint amit itt játszottunk. A védekezést megint össze kell rakni az Nemesnád udvar egyedi támadójátékára, és hogyha ez sikerül, és már többször sikerült, én azt gondolom, hogy akkor nem lehet probléma ott sem. Egy szoros mérkőzés lesz, és remélem kalocsai győzelemmel zárjuk. A csapatnak van egy elhalasztott mérkőzése Kiskunmajsa ellen. Az edző elmondása szerint a lányoknak hatalmas motiváció, hogy idén megmutassák, ott a helyük a dobogón. A férfi csapatnak sajnos nem sikerült ilyen jól a mérkőzés. A bajnok esélyes Peasz csapatát fogadták szintúgy hazai pályán. Van bennem egy kis hiányérzet, meg egy kis keserűség, mert az utolsó másodpercekben lett volna lehetőségünk pontot szerezni. Sajnos nem volt szerencsénk, hogy a kisúszott a labda a kezünkből, így nem tudtunk üres kapura gólt szerezni. Nehéz ilyenkor mit mondani, meg nehéz ilyenkor nem a külső körülményekkel foglalkozni, bár én azt gondolom, hogy a játékvezetők mindkét csapat kárára, illetve a javára tévedtek. Egy picit most magunkba is kell keresni a hibát, én azt gondolom, hogy a végjátékban túl sok hibát követtünk el ahhoz, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni, és nyilván a listavezető bajnokesélyes csapat áll annyira jó játékosokból, hogy ezeket a hibáinkat kiméletlenül kihasználták. Elég hektikus a bajnokságban nyújtott teljesítményünk, ugye itt a Magyar Kupában bravúr győzelem, aztán egy bravúros kiesés, és még elég nehéz feladatok várnak ránk a továbbiakban, és ez a vereség, ez biztos vagyok benne, hogy nyomokat hagy a fiúkba. Biztos, én bízok benne, hogy ezt ha a hét elején nem is, de a jövő, legkésőbb a jövő hét végére a kiskörösi meccs előtt ezt elfelejtjük. Ugye a sorsolásból adódóan most jönnek azok a mérkőzések, ahol pontokat kell szerezni, és meg kell kezdeni a fölzárkózást a tabellán, mert én azt gondolom, hogy azért ez nem reális az, hogy mi ennyire hátul vagyunk sajnos a tabellán. Új csapat formálódik, alakulunk meccsről meccsre, tényleg a küzdést megint ki tudnám emelni, nagyon harcoltak a fiúk, de azok az apró kis hibák, amik az előző mérkőzéseket is jellemezték, azok ma is kísértettek. De még egyszer mondom, most jön az a három meccs, amikor nekünk pontokat kell szerezni. A következő hétvégén teljes kerettel látogat el a KKC férfi gárdája Kiskörösre. A Bala Gábor, illetve a Balázs Péter egészségügyi okok miatt ma nem tudott részt venni a mérkőzésen. Ha minden jó megy, akkor jövő héten már lesznek mindketten. Teljes kerettel tudunk utazni Kiskörösre, az se lesz egy könnyű mérkőzés, ugye megyei, szomszédvári rangadó, ott is azért elég parázs, de sportszerű mérkőzéseket szoktunk játszani. Ugye a Körösnek is élethalálharc a két pont, nekünk is. Én bízom benne, hogy szurkolóinknak lesz arra lehetőség, hogy elkísérjenek minket, bejöhetnek a nézőtérre, és a buzdításuk segítségével bízom benne, hogy meg tudjuk szerezni a két pontot. Az ellenfél edzőjét, Pap Lászlót is kérdeztük a mérkőzésekről és az előttük álló szezonról. Mondhatnám, hogy azért rangadónak számít ebben a bajnokságban, de mivel a lejönő 9 csapatból 7 majdnem azonos szintű, tehát itt nagyon sok rangadó van, tehát nyilván ennek megfelelően készültünk, különösebben nem kellett ehhez
annyi, hogy mondjuk egy jó pár pécsi játékoson, akit már azért valamikor láttunk az idők folyamán, úgyhogy azért voltak információink a Kalocsáról. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az első fél időben sajnos a védekezésünk rendkívül gyatra volt. Ebből az ellentámadásaink még gyatrábbak voltak, úgyhogy kénytelenek voltunk vért hájni minden egyes gólért támadásba. Sajnos a kapus teljesítmény is az első fél időben kritikán aluli volt, legalábbis nem az, amihez mi hozzászoktunk. Ezzel megérdemelt előre tett szert a Kalocsa, és a második fél időben viszont följebb volt a kapus teljesítmény, egy kicsit kevesebbet hibáztunk, de még mindig így is, amikor lélektanilag fordulhatott a mérkőzés, ez az X-es szituációk voltak, akkor folyamatosan hibáztunk támadásba, és lehetőséget adtunk a Kalocsának arra, hogy újra átvegye a vezetést. Aztán, hogy kicsit hazabeszélek, azt gondolom, hogy egy kicsit talán senki nem volt higgadt a mai mérkőzésen, de ha már azt lehet mondani, hogy valaki higgadtabb volt, azt gondolom, egy kicsivel mi voltunk higgadtabbak. Ettől függetlenül azt gondolom, tehát itt a kezében volt a Kalocsának az utolsó pillanatban az egyenlítési lehetőség, de mégis azt gondolom, hogy mivel mi sokkal kevesebben vagyunk hadrafok, hiába annyi emberül a kispadon, mint a Bánatösszüz Mária, ők túlságosan még ez az osztályhoz nem érettek, úgyhogy elég kevés emberre kell ezt végigjátszani, és szerintem egy kicsit mi voltunk a higgadtabbak. Ugye, megnézzük a tabellát, az első két-három helyen tanyáztuk, sőt most ugye visszavettétek az első helyet a Nádostól. Milyen célkitűzést tettetek a csapat elé erre az idényre? Hát abszolút nem álszerénységből mondom, hogy semmi különösebb célkitűzés nem volt. Először az első öt hely volt kitűzve, egyáltalán fölmérjük az osztályt, meg fölmérjük, hogy a mi embereink mennyire lesznek alkalmasok erre az osztályra. Nyilván evés közben jön meg az étvágy, úgyhogy mindenféleképpen dobogon szeretnénk végezni, de semmi olyan teher nem nyomja a fiúknak, vagy a srácoknak a vállát, ami miatt nekünk össze kéne roskadni. Magunk elé állítottunk egy célt, nyilván az mindig az első hely, vagy az előkelő első helyezés, de nem történik semmi, de mi ezért biztos, hogy mindegy, hogy a mai mérkőzésen is mindent meg fogunk tenni. A hátralévő fordulókra egy pár gondolatot megosztanál benne, hogy milyen mérkőzések várnak még rátok itt a karácsonyi szünetig? Továbbra is két rangadó, ugye az előbb említettem, jön hozzánk a Hőgyész, és velük kell megküzdeni, hát nyilván valami hasonlóra számítok ott is. Itt én mindig azt mondom, ennek ellenére, hogy nyilván a Kalocsa ezt értékelheti máshogy, hogy mi nagyon sokat hibáztunk ahhoz képest, amelyit szoktunk a mai mérkőzésen, és azért ez nem fér bele egy ilyen képességű csapat ellen, és ezt csak azért mondom, hogy sem a Hőgyész ellen, sem az utolsó fordulóban a Dunajváros ellen ez nem fog beleférni. Úgyhogy mi saját hibáinkat, ha le tudjuk redukálni, akkor azt gondolom, hogy bármelyik mérkőzést meg tudjuk nyerni, viszont ha nem, akkor bármelyiket el is tudjuk veszteni. Cibulka Zoltán egyebek mellett a Kalocsa sakktörténetét összefoglaló kétkötetes könyvének megalkotásával érdemelte ki a Kasszia lovagja címet. Lovaggá ütése egyben a szebb napokat látott kalocsai sakkélet elismerése is egyben. 2021. november 16-án a polgármesteri hivatal dísztermében az ünnepét a címbirtokosának dr. Németh Józsefnek örököse Bodrogi Lívia nyitotta meg, köszöntve az egybegyűlteket, köztük név szerint is a város képviseletében megjelent dr. Filvig Géza polgármestert. Elmondta, édesapja a címet a Sakk Kultúra Alapítvány elismeréseként alapította. A sakk kultúra fejlesztése, terjesztése, népszerűsítése terén nyújtott kimagasló teljesítménynek elismeréseként. Kezdeném azzal, hogy mi is ez a cím, miért is vagyunk. Ez a Kaliszta lovagja kitüntetés tulajdonképpen, és csak pár szóban szeretném elmondani, hogy keletkezett, és hogy kikapták meg, tehát hogy nagyjából összefoglalnám, megpróbálom tömören. A Kaliszta lovagja és szellemi atya, dr. Németh József, az én apukám és a Németh Zoltán, mi vagyunk az örökösei a cím átadásának, kettőnké a jogosultság, alapította a sakkultúráért alapítvány kuratóriumával 2008-ban. Célja a sakkultúra fejlesztése, terjesztése, népszerűsítése terén kifejtett kimagasló teljesítmény elismerése. Elismerése tarthat számot minden olyan tevékenység, amely alkalmas a sakkjáték megkedveltetésére, népszerűsége növelésére, a nemzetközi és a hazai sakktörténet megismertetésére. Olyan tevékenység, amely sikeresen segíti a sakkozók sakkesemények megörökítését. A kitüntetésre évente egyszer kerül sor. A díjazottnak a teljesség igénye nélkül, csak hogy úgy átüleljem a dolgot, természetes személyek, tehát élő személyek, posztumusz díjat adtunk át, illetve megkapták a városok és cégek is. Teljes igénye nélkül Tóth László, dr. Bányenő, dr. Lindel László, Bilek István, Bakcsi György és dr. Németh József az apu kapta meg utoljára a Ravatalánnál ezt a címet, mert életében nem fogadta el, és ezért akkor tartozott el.
illetve Paks városi önkormányzat és a Paksi Atomerőmű is megkapta a SAP kultúra lovagja, a Kariszta lovagja címet. Hát ennyit szerettem volna röviden mondani, és mindezek alapján, amit én felsoroltam, én úgy gondolom, és önök mindannyian beletekintettek már dr. Cigurka Zoltán életművébe, illetve amit a SAP-ért küldtek élete során, és ennek alapján az idei díjat dr. Cigurka Zoltánnak szeretnék adományozni, és itt most történt egy kis gigszer, Denis Zoli már megkapta elvérben tavaly, csak a koronavírus járvány miatt egyeztettünk a polgármester úrral, és nem sikerült, ugye nem lehetett megtartani, és ezért tettük mostanra. Cibulka Zoltán foglalt a szavakba gondolatait a felvezetés után. Igazán nagy megtiszteltetésnek tartom, és tekintem, hogy itt vagytok. Ezen a szerény, de nem mindennapi ünnepségen, és azt is nagyon nagy megtiszteltetést tartottam, és gondoljatok bele, hogy ilyen nevek mellett, akiket itt az előbb hallottatok, szóval jött az én nevem is, és igazából azt szeretném kiemelni, hogy talán kiírteni, hogy nem a saktudás az alapja ennek a kitüntetésnek, mert rég lenne, akkor most rögtön itt poénkodnátok velem. Viszont a sakk kultúra terjesztése, ahogy meg van fogalmazva az alapítványban Magyarországon, tehát itt van is külföldön, így már egy picit, hogyha nem veszitek szerintelenségnek, akkor azt mondom, hogy jó, rendben van. No, hát azt kérte a díjba, hogy foglaljam össze a dolgokat. Igazából nem magamról szeretnék beszélni ez ügyben, hanem Karocsa, sakk életéről és a kicsit tágabb kitekintésben a Esperanto és a sakk, Karocsa és az Esperanto, és akkor persze majd ebben benne leszek én is. Illetve benne leszek, és szeretnék egy picit adózni dr. Németh Józsefnek, a sakkozók meg mindenki Karocsa közül jól ismeri. Elképesztő motorja volt ennek az egész sakkozásnak. Aztán később átköltözött Tolna megyében, majd Szekszárdra ment fel érte, és hát ugye, mint elhangzott, sajnálatos módon meghalt. Életében nem fogadta el ezt a díjat, de a sírjára oda tettük a Karolyi Posztumusz az elismerést, rögzítettük. Nos, hát azzal kezdem, hogy tulajdonképpen egy kisváros, tízezes városról van szó, és egy ilyen eredményt tudott felmutatni itt az évtizedek során. Én úgy gondolom, hogy ez tényleg arra való, hogy megörökítsük és beszéljünk róla. A megörökítésre rögtön mondom, gondolom, hogy nagyon sokan, majdnem mindenki tudja, hogy azt a végén lehet látni. Itt a vírus nyomása alatt mondhatni, megírtam Karocsa sakk történetét két kötetben, és éppen azt mondta, hogy ennek a vírusnak van pozitív hozadéka legalábbis számomra, hisz biztos vagyok benne, így látva a két könyvet, hogy ezek a könyvek vagy megszülettek volna, vagy nem. Hogyha nincs vírus, akkor abban az élet ritmusban, tempóban, amiben én éltem, és remélem még fogok a vírus után, elképzelhetetlen. Tehát az első kötetnél is 77 napot ültem éppen a könyv anyaga fölött. Tehát ezek azért fontos momentumai, arra, amit rögzítve van Karocsa sakk életének. És említettem, hogy azzal kezdtem, hogy megtiszteltetésnek veszem, hogy itt vagytok, és nem akarjuk senkit különösen kiemelni, mégis már a halászok eljöttek Pécsről, és nem a szomszéd utcából kellett nekik átjönni, úgyhogy nagyon örülök, és még jobban örülnék, hogy mondjuk a lovagi tornán megverhetném a lévőket, ha hagynák, de majd sor kerítünk rá. Tehát Karocsa, kisváros, tízezres, és a sakkiradónak a borítóján Magyarország térképe volt, és azokon a településeken, ahol egy kicsit erősebb vagy nagyon erős sakkélet volt, ott egy sakkfigura volt, és azért Karocsánál azért a hosszú időn keresztül egy bástya díszelget jelentve, hogy itt azért valami nem szokványos dolog történt, hiszen 1983-ban megnyertük a megyebajnokságot, feljutottunk az MB2-től, és hosszú időn keresztül szorgoskodtunk, gyűjtöttük a pontokat és a skalpokat. Rengeteg jó eredménnyel büszkélkedhettek abban az időben. A 2000-es években még a dobogóra is felállhatott valami, és ezek óriási dolgok. Tulajdonképpen a végén akartam elmondani, de most megjegyzem, hogy mennyire jobban hangzanának ezek a dolgok, még amiről még mesélni fogok, ha azt lehetne elmondani, hogy van öröksége ennek a dolognak,
de sajnos úgy látom, hogy nincs, bármennyit is próbálkoztunk feléleszteni Kalocsa sakéletét, nincs egyszerűen, van ebben, van jó sakkozók és csapattársaság, de nincs, aki igazából összefogja. És azt hiszem, hogy az egész országra jellemző, itt is jelentkezik Kalocsán, hogy a mai életforma, az éles stílus nem kedvez annak, hogy úgy álljunk és úgy dolgozunk a sakkon, mint ez amikor megtehettük. Tehát hát ha mégiscsak valami változás sem. Nos, hát a nagy dolgokat említem csak, hogyha megengeditek, amik tényleg nem szokványosak. Hát először is dr. Németh Józsefet említettem, és ehhez kapcsolódóan ugye az, hogy elindítottuk a Piros Arany, a Kalocsa Paprika, a Piros Arany nemzetközi versenyeket. És az ehhez kapcsolódó, ez mindig úgy volt, egy hétig volt a Piros Arany, szombaton befejeződött, és vasárnap pedig sor került a Fehér Huszár sakverseny, ez egy napos csapatvilágverseny volt. És hadd említem meg, hogy voltak olyan évek, amikor több mint 100 versenyző volt itt Kalocsán, 3 csoportban küzdöttek, különösen abban az időben, amikor még volt NDK, meg Csehszlovákia, és egyszerű volt, olcsó volt idejönni versenyző, nagyon sok nemzetközi mester, nagymester jött NDK-ból is, de több mint 100, azért ezt most így elképzelni Kalocsán, de nem csak Kalocsán, hát országos viszonylatban is elég nehéz. És a Fehér Huszár verseny, ahol pedig azért ott is 80-100 fővett részleteken a verseny, ez csapatvillám verseny volt, 4 fős csapatok. És Gajka Pali barátunk, akinek egy szövő üzeme volt, mindig hozott erre a versenyre egy szőnyeget, amit direkt erre a versenyre szőttek, és ebben a szőnyegben ott volt egy Fehér Huszár. Később aztán hozott egyet, amíg Fekete Huszár is volt, azt kapta meg, aki a legnyebb, akár viszont a leggyengébben szerepel. No, hát ezt követte egy olyan nagy húzás, vagy domás, méghozzá a nemzetközileg már ismert, és a polgárlányok által is látogatott a dresdai versenyforma, ez volt a 24 órás a non-stop verseny, amit szintén itt honosítottuk meg Kalocsán, amikor a lényeg az volt, hogy szombat délben elkezdtük sakkozni, és vasárnap délig toltuk a szárazfát, kevés szünet, tehát az egy azért a ember próbál a 100-120 játsz már került sor éjszaka során. És hát arra nagyon emlékszem, az első alkalommal ez egy januári nap volt, óros eső volt azon a napon, és mégis 53 versenyző jött el az ország különböző részéről is, és Szabadkáról 17-en jöttek fel ilyen időjárási viszonyok ellenére. Hát aztán, mivel túl sok pénzt nem tudtuk elővarázsolni, csökkent az érdeklődés, és akkor később levittük az uszodába. A medence partján voltak a lasztók felállítva, és a uszoda megműködött, tehát ott rendesen úszkáltak, élvezték a körülményeket, mi pedig szigorúan ugye ott a lasztánál dolgáltak, néztek is ránk furcsán. 8-kor beszállt az uszoda, mi nyomtuk tovább reggelig, reggel 8-kor visszajött a társaság, de aztán később megint csak elég egyértelműen azért, mert nem tudtunk komoly díjakat előteremteni, ez is elhalt, de 18 éven keresztül ment a Fehér Huszár. Aztán egyszer csak Némettel megtudtuk, hogy van egy nemzetközi eszparanta sakkszövetség, ami Mainzban alakult 58-ban, és akkor mindjárt bekapcsolódtuk ebbe a nemzetközi sakkszövetségbe, érdekes feladatokat kaptunk, csináltunk ilyen magamon a nemzetközi levelezési eszparanta levelezési versenynek voltam, lettem a főbírája, és dolgozgattuk egészen addig, amíg 1976-ban, decemberben meg nem alapítottuk, nem hoztuk létre a Magyar Esperanto Hungara Sakklubot, a Magyar Esperanto Sakcsoportot, ami már önálló csoportként nemzetközileg is páratlan módon működött, és nagyon sok lehetőséget adott. Tulajdonképpen az Esperanto, elég sokat írtam a könyvben az Esperanto, egy csodálatos, mondhatni találmány, gondolat, szellemiség volt, ami nem csak magára a nyelvre, tehát a kapcsolatok elősegítése érdekében született, hanem egyszerűen összehozta az embereket, nem csak. Tehát ha valaki ez egy mozgalom volt, nem csak nyelv, tehát ha valaki eszperantista volt, akkor mindenütt szeretettel látták. Erre egy érdekes példa, hogy volt egy magas vasodas, már nem emlékszem a nevére, aki nagy eszperantista volt, hát az alsó réteg úgy értem, hogy emlékszem, nem állt úgy, de 100 dollárra a zsebében elindult Amerikába, és keresztül vágott Amerikán. És
még 50 tonnát visszahozott. Szóval egy ilyen mozgalom volt. A 76, Karabas Éva itt volt ezen a megnyitón, ő is tagja volt a vezetőségnek, adott is egy szimultán. És akkor ez már tényleg nagyon-nagyon kibővítette a lehetőséget, a főleg a levelezési visakozás területén. És 1983, ez egy mérföldkő, amikor is Karacsán megrendeztük az első, esperantos sakkozók első olimpiáját. Nagy sikere volt a Kalocsán szervezett versenynek sok jelentkezővel. Óriási felhajtás volt, akkor még Flórián Tibor volt a Magyar Sakkszövetség főtitkára, ő is itt volt, és 17-18 nemzetnek a csapatai delegációja volt itt Kalocsán, és amikor indult a maga rendezvény, az olimpia, akkor kimentünk az Esperanto utcába, és az Esperanto utca egy szám kertjében, de nem tudom, hogy ez külön van, vagy nem, a nem érdekes házszám, tehát az utca elején most is ott van egy kicsit gazdas a terület már, és van egy, és állítottuk egy emlékművet ennek, annak van felirat az, hogy 1983-ban az Esperanto sakkolimpia, az első sakkolimpia tiszteletére, és annak ez az érdekessége, hogy elhelyeztünk egy henger alapkövet, egy alaphenger, és ebben a hengerben a világ 100 országából származó maroknyi föld vagy homok található. De gondolom, ez így önmagában is érdekes. Lehet, hogy már Magyar Esperanto Szövetséggel beszéltem, lehet, egy kicsit karban kellene tartani. Sok ez az olimpiai eszme ment tovább, így másodikak lettünk. Rupánár János barátom és csapattag volt, külön is gratulálok ezügyben. És utána pedig Sebrészében 1987-ben volt a második, amire már ugye úgy nem szervezőként, hanem részvőként utaztunk. A ceremóniát követően az eszperantó nyelv terjesztésében is aktív szerepet játszó sakkozót Seres László, a Bács-Kiskun megyei sakkszövetség főtitkára köszöntötte, aki Szabó László elnök távollétében a Magyar Sakkszövetséget is képviselte. Egy nagyon komoly elismerés, majdnem úgy érzem, hogy egy kicsit életműdíj, hiszen azért az idő az elszállt, az évtizedek elmentek, és emiatt gondolom ez, de így, ha nem is lezárásként, mert azért még szerencsére nagyon aktív vagyok, és szeretnék még nagyon sok mindent tenni a sakkozásért és sakkozás kedvéért is, de azért mégis csak úgy gondolom, hogy ebben benne van az a sok-sok évtized, amit a sakkozásért tettem. És itt nem hangzott el, de azért mondhatom nyugodtan, hogy illetve azzal kezdem, hogy amikor még a 80-70-es, 80-as években, amikor csak a sakk létezett szinte, nem volt olyan nap, hogy nekem, hogy sakk nélkül telt volna el, és kérdezték tőlem, hogy mit kapok én érte, ezért mennyi pénzt kapok. És akkor mondtam, hogy semmit, ezért nekem nem fizetnek. És akkor mondták, hogy vagy nem mondok igazat, vagy bolond vagyok. Hát tulajdonképpen én azt vallom, és picit azért minden sportágban, vagy minden területen igaz az, hogyha van valaki, aki lelkes, és időt, energiát, néha még pénzt is, mert elég sok pénzemet is elvitt a sakk, de hát nyilván örülök, szándékkal tettem, hogy akkor megy, akkor lehetnek eredmények, és abban a pillanatban, amikor ez az egyszemély, általában ez egy ilyen egyszemélyes, van men sok tőlük függő a dolog, ha leállnak, mint én is, akkor sajnálatos módon a dolgok nem mennek tovább. Tehát erre visszaemlékezem, akkor úgy gondolom, de tegyük hozzá, hogy amit említettem, és hogy a mai életritmus, életstílus egyáltalán nem kedvez ennek pénz, az anyagoknak a hajszolása kényszerből és nem kényszerből, sajnálatosan ezen az oldalon is nagyon-nagyon mozgás. Ez nem kezdés a sport és a sakk is azok közé, a sportág közé tevékenység tartozik, ami úgy szépen maradott azon a szinten, próbáljuk ott tartani, ahol még eredmények születnek. 2024 sakkolimpia Magyarországon, úgyhogy nagy érdeklődéssel, türelmetlenül várjuk ezt az évet. Van jövője Kalocsán a sakknak? Most hogy látja, mi a helyzet itt a városban? Amikor megjelent a sakkönyvem, a második kötet, akkor augusztus 14-én szerveztünk kint Mácsaszálláson egy nagy találkozót. Főztünk, ettünk, ittunk, jól éreztük magunkat, és a rendezvény végén erősödött egyszer csak az a hang, hogy élesszük fel a Kalocsa sakkéletét. Mondtam, hogy ha ilyen igény van, akkor tegyük, én is benne vagyok, akár anyagilag is, és akkor elkezdtem rajta dolgozni, gondolkodni, hogy mit lehetne tenni.
de egyszerűen nem lehet eljutni odáig, hogy legyen valaki, és ez majdnem mondhatom, hogy egy személy kellene, aki azt mondja, hogy igen, én irányítom, intézem a dolgokat, szervezek, viszem a csapatot, stb. Ha egy ilyen személy lenne, akkor talán lehetne. De ami nagyon fontos, és ide hadd mondom el a vasárnapi élményemet, budapesti bajnokságban játszottunk, csapatbajnokságban, és nem túlzok, ugye 12 fős a csapatbajnokság, nem túlzok, talán a legidősebb ifjú azon 12-13 éves lehetett, 12 ilyen ifjú ember ült, és 8-4-re megvert bennünket. Tehát ez az igazi munka, amikor a fiatalokat fellelkesítve, mögé téve a szakmai tudást lehet eredményt elérni. De ezt kellene Kalocsán is. Tehát ha mi sakkozunk, jól sakkozunk, elfogadottan sakkozunk, de ha nincs utánpótlás, nincsenek gyerekek, akkor nem lehet komoly eredményre számítani. Még jó lenne az, hogyha Kalocsára még figyelnek. Most azért rendeztünk egy versenyt október 9-én, elég sokan eljöttek. Jövőre tervezem, hogy ezt a Fehér Huszár versenyt, amit említettem, azt visszahoznánk. Felmerült, hogy a 24 órás is meg kellene próbálni, hogy ilyen ember próbáló őrültek versenyét, és hozzuk ide Kalocsára. Nem tudom, jó lenne. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, legközelebb egy hét múlva találkozunk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra.